A 14. Nemzetközi Népművészeti Tábor résztvevői, a népi kultúra és a hagyományok kedvelői napról napra összegyűlnek és újabb ismeretekkel gazdagodnak. Az egyhetes tábor ideje alatt a népi mesterségek elsajátítása mellett népi énekeket tanulnak, citeráznak és a néptánc alaplépéseivel ismerkednek. Tímár Sándor szavait idézve, a Kárpát-medence népeinek tánchagyománya, s ezen belül a magyar táncok nagyon sokszínűek. E hagyaték megmentésére, őrzésére, felélesztésére nagy felelősséggel kell felkészülnünk. A Vésztői Népművészeti Tábor ennek jelentőségét felismerve évek óta lehetőséget nyújt néptánc órákon való részvételre. Alap motivumokkal kezdünk a hét elején, akkor megtanulják azokat a úgy mondanám, hogy sejteket, amiből összeáll egy tájegységnek a tánca. Körülbelül az első 2-3 nap ezzel telik el, majdan ezt csiszolgatjuk, illetve a hétvégi záró estre összeállítunk belőle egy kis koreográfiának nevezhető összeállítást, és akkor a sok-sok gyakorlással letisztulva a nagy többségben viszonylag jól elsajátítják azt a aktuális táncanyagot, amivel foglalkozunk. Budai Ilona, népdalénekes, népdalokat tanít a lelkes résztvevőknek. A dalokkal igyekszik annak jelentőségét hangsúlyozni, mennyire fontos saját kultúránk ismerete. Ez lehet egy kapaszkodó a mai rohanó világunkban. Újra kocsim, vasaltatni akarom, esküvőre készül az ingadangom, muzsik a szak, kihajszik a mező. A Vésztői Tábor 14. alkalommal került megrendezésre, én 13 alkalommal voltam a vendég ennek a tábornak, és Juhász Sándor tiszteletes úr kért meg arra, hogy segítsek már abban, hogy reggel is és napközben is egy énekes csoporttal népdalokat tanuljunk közösen. Hogy az hogy sikerül ez a népdaltanulás? Én azt hiszem, hogy minden alkalommal nyugodtan mondhatom, hogy én nagyon szeretek itt lenni, nagyon szívesen dolgozom, és azok, akik visszajárósok, talán ők is ugyanezt mondják el erről, hogy nagyon szívesen és örömmel tanulnak a magyar nyelvterület különböző tájairól hozott népdalokat, velem együtt, közösen, és próbálom ezeket az énektanulásokat kicsit szigorúan és sok-sok dallal megfűszerezve, de azért sok-sok szeretettel, jókedvel és szép történetekkel, mesékkel megfűszerezni. Úgyhogy bízom benne, hogy akik eljönnek ide Vésztőre, ugyanazt a szeretetet érzik felőlem, és remélem, hogy ugyanezt is kapom vissza, azzal, hogy megtanulják ezeket az énekeket, és viszik tovább, mert ez a legfontosabb, hogy továbbadják, tovább énekeljék, akár a családban, akár kisebb közösségben, akár iskolában, ahol tanítanak, ez a legfontosabb, hogy ezek a dalok szóljanak és éljenek tovább. Széles András, népzenész citeraművész, családias környezetet teremtve citerázni tanít a táborban. Hosszú évek óta visszatérő oktató, így számára Vésztő összetartó erőt, örök emlékeket és maradandó értékeket jelent. A népzene és a tábor feladatának tekinti az itt élő gondolkodásmódjának, történelmének és hagyományainak megismertetését. Bizony 14. alkalommal, tehát kezdetektől fogva részt veszek a Vésztői Nemzetközi Népművészeti Tábornak a munkájában. Éveken keresztül azt kell mondjam, Vésztő és Békés megye ebben a régióban talán egyik egyedül álló, hogy ennyi ifjúságot összetudott tartani. Bizony 14 év alatt olyan sok család visszajár és munkálkodik a táborban kézművesként, zenészként, táncosként.
Vannak, akik a népdaléneklést, vannak, akik az egyházi éneklést sajátítják el. Olyan, mondhatni, szinte családias hangulat és társaság alakult ki ennyi év alatt, hogy ez a törzs, akik évről évre ide visszajárnak, el kell mondanom, évközben is sokszor találkoznak. Tehát Vésztő az egy olyan összefogó és bátorító, közös élményeket adó hetet nyújt nekünk. Hát nyilván itt a határon túliak, de kis magyarországiakat mindenképpen ide kell sorolni. Ennyi év alatt bizony nagyon sok szép emlék összetart bennünket.